4 éve választottak először nemzeti tanácsokat közvetlen úton Szerbiában. A mostani összetételű Magyar Nemzeti Tanácsot 2010. júniusában választották meg. A Magyar Összefogás lista 3/4-es győzelmet aratott. A VMS, valamint a történelmi egyházak, a civil szervezetek és a vajdasági magyar közélet és értelmiség is képviselve volt ezen a listán. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke Korhesz Tamás lett. A testület a vajdasági magyarság számára fontos területekre fejlesztési stratégiákat dolgozott ki, amelyek 2016-2018-ig szólnak. Az egyik legsikeresebb tevékenységük a beiskolázási és az iskolabusz program. Ennek eredményeként egyre több vajdasági magyar család választja gyermekének az anyanyelvű oktatást. Ingen viszi a busz, van ilyen segítség is, amit kapnak minden évben, valamilyen segítséget a könyvekre is, meg ilyesmire, ami úgyhogy nagyon nagy segít ad a magyar közösség ehhez az iskoláztatáshoz. A Magyar Kulturális Autonómia Köztestülete óvodáskortól egészen a karrierépítésig segíti a magyarul tanulók pályáját. Az elmúlt 4 évben 135 tankönyv kiadását hagyta jóvá az MNT. Az iskolai könyvtárakat mintegy 10 000 könyvvel gazdagították. 47 vajdasági iskolában végeztek egyszeri eszközfejlesztést, hogy a diákok minél korszerűbb körülmények között tanulhassanak. Hogyha valamit így a 4 éves összegzésben fontosnak találok, az az a fajta partneri viszony, ami folyamatosan meg tudott valósulni az óvodák, általános iskolák és középiskolák között. A szerbiai főiskolákra, egyetemre iratkozóknak, több mint 1000 hallgatónak ösztöndíjat biztosít az MNT, valamint szerb nyelvű felzárkóztató képzést azoknak, akiknek erre szükségük van. Ösztönözve a fiatalokat ezzel is a szülőföldön maradásban. Jelentős MNT program még a népességfogyás megállítására irányuló stratégia. Az elmúlt 2 évtizedben ugyanis közel 100 000 fővel csökkent a vajdasági magyar közösség lélekszáma. A Magyar Nemzeti Tanács népesedési akciótervének célja, hogy ösztönözzék a gyermekvállalási kedvet és a szülőföldön való megmaradást. Programokat szerveznek és családbarát munkahelyek megteremtésén dolgoznak. Gajda Nóra egy ilyen családbarát munkahelyen dolgozik a Magyar Nemzeti Tanács Szabadkai Székházában. 3 gyermek édesanyja, 6 órát dolgozik teljes munkabérért. Jövedelme akkora, mintha 8 órát töltene az irodában. Mindenképpen hozzájárul ahhoz, hogy könnyebben meg tudjam szervezni a mindennapjaimat, attól függetlenül, hogy vannak nagyobb gyerekeim is már, tehát nagyon-nagyon sokat számít, és hiszek abban, hogy az ilyen munkahelyek megteremtése olyan helyen is esetleg segítség lenne, ahol kevesebb gyerek van. A demográfiai stratégia célja a család fontosságának elfogadtatása a közgondolkodásban, illetve a szellemi és erkölcsi megbecsülésének növelése. Ha valaki belefektet energiát abba, hogy az adott tehát a munkavállaló jó körülmények között jól érezze magát a munkáján, és otthon is ki tudjon teljesedni, akkor sokkal jobban fogja majd végezni a munkáját. És mi hiszünk ebben, hiszünk abban, hogy ezek a családbarát munkahelyek meg tudnak, és meg kell, hogy honosodjanak a vajdaságban. Az MNT egyik fő stratégia célkitűzése a magyar nyelvhasználati jogok betartatása. Ennek keretében alakították meg a nyelvrendőrséget is, hogy ellenőrizze a hivatalos nyelvhasználatot, felméri a helyzetet, és ez alapján meg tudják majd határozni a jövőbeni irányvonalakat is. Természetesen ennek a helyszíni vizsgálatnak lehetnek akár negatív eredményei és következményei, hogyha egy-egy önkormányzat nem nyitott arra, hogy változtasson az eddigi nyelvpolitikáján, akkor igyekezni fogunk a törvény adta a lehetőségeinket kihasználni. Az MNT támogatta a magyar színházakat, egyesületeket, megindította a Vajdasági Magyar Örökség digitalizálási programját, átvette a kiemelt jelentőségű közintézmények alapítói jogát. Programjában szerepelt a Vajdasági Magyar Média fejlesztése. Voltak dolgok, amikre büszkék lehetnek, de volt olyan is, ami meghaladta az erejüket, emelte ki Korhesz Tamás, az MNT elnöke, az elmúlt 4 év eredményeit összegezve. Amire én személy szerint büszke vagyok, az az, hogy mi ennél többre nem vagyunk képesek, nem voltunk képesek. Tehát ez a csapat, amely hozzálátott ezeknek a stratégiai terveknek az elkészítéséhez és megvalósításához, a tudása a képességeinek a legjavát adta, mi a képességeink korlátait feszegettük ebben az időszakban. Korhesz Tamás hozzátette, voltak célkitűzések, amelyeket az MNT nem tudott megvalósítani ebben a megbízatási időszakban. Ezek véghezvitele az új MNT feladata lesz.
mégpedig megalakítani a Vajdasági Magyar Nemzeti Színházat, befejezni az Európa Kollégiumot, megalakítani a Szabadkai Magyar Egyetemet és átreformálni a szerbnyelvű képzést.